Köszöntöm Önöket, ez a Bonyhádi Napló, jó szórakozást kívánok! Új autóval gazdagodott a Bonyhádi Mentőszolgálat. A mentőautó teljes mértékben megfelel a kor követelményeinek, az uniós előírásoknak, mint technikailag, műszakilag és felszereltségében is. A Bonyhádi állomás a városon kívül 22 település ellátásáról gondoskodik. Senki sem szereti hallgatni ezt a hangot, ám ezúttal nincs baj. A mentő a mi kedvünkért állt ki az állomásról. A Bonyhádi mentőállomás új üdvöskéjét már nagyon várták, mert a régi autóba még a szél is befújt. Minden szempontból egy nagy előrelépés, műszakilag, technikailag, mentéstechnikailag. Régi vágyunk volt már, hogy egy ilyen mentőautót kapjunk a Bonyhádi mentőállomásra. Bonyhád és környéke körülbelül 30 ezer embert lát el, tehát maga a város 14-15 ezer ember, plusz még 22 falu körbe, tehát Bonyhád és a Völgység. Januártól újra az úgynevezett mokkos autó, tehát az mentőorvosi kocsi teljesít Bonyhádon szolgálatot. Ők hétfőtől vasárnapig nappal dolgoznak, ahol mentőtiszt, illetve időnként orvos is szolgálatot teljesít rajta. Így tulajdonképpen egy magas szintű ellátást tudunk nyújtani a lakosság számára. De nézzünk körül a mentőautóban. A személyzet nagyon örül az új járműnek, már csak azért is, mert állómotor mellett is 20 fok fölött lehet tartani benne a hőmérsékletet, ami nagyban emeli a betegek komfortérzetét és segíti az ellátást is. A beteg légkutyainak leszívására való eszköz az LSU márkájú készülék. Ez egy Edán márkájú monitor, beteg monitorozására való vérnyomás, szaturáció, illetve a pulzusát szoktuk ezáltal ellenőrizni. Újraélesztés, ezt használjuk, ezt az eszközt, egy LIFE 1000-es típusú készülék, tehát reanimáció során. Csatlakoztassa az elektródot. Ez egy félautomata defibrillátor. A modern mentőautóban, hál' Istennek, itt már mindennek megvan a helye, tehát minden eszközünknek ebben az rekeszben találhatóak kötszerek, steril múllapok, hogyha egy vérzősérülthez megyünk ki, akkor annak az ellátására, illetve vérzés csillapítására szolgáló eszközök vannak ebben a rekeszben. Kihűlt sérülthöz megyünk, akkor nem a hideg infúziót töltjük bele idézőjelbe, hanem már egy testmeleg infúzió van a rekeszben. Mondhatjuk úgy is, hogy evolúciós ugrás a régi autókhoz képest. Ami a nagyon nagy előnye, sajnos garázsunk az nincsen, mert nem fér be ez az autó, viszont 220 voltról folyamatosan tölthető, és elektromos fűtéssel egy hát emberi hőmérsékletet biztosít folyamatosan. Tehát éjjel, amikor mínusz 5-6 fokba kimegyünk, akkor is 20 fok van az autóba, melegen tartja a betegteret, a vezetőfülkét, illetve a hűtővizet, tehát a motor melegen indul. A mentősök már annak is utána jártak, mibe kerülne, ha lenne garázsa az új autónak. A tervek alapján ez kevesebb, mint 1 millió forintból megoldható volna. Nagyon reménykednek benne, hogy hamar megoldás születik erre a problémára is. 14 éve 2005-ben Vas Albert születésének 97. évfordulóján állítottak szobrot Bonyhádon az írónak. A Völgységi Város volt az első az országban, ahol az író szobra köztérre került. Bonyhádon 11 éve tartanak Vas Albert emléknapot, amihez egy gyermekrajz pályázat is kapcsolódik. Szombaton este tartották a koszorúzással egybekötött megemlékezést Vas Albert szobránál Bonyhádon. A Vas Albert gyermekrajz pályázat eredmény hirdetésével vette kezdetét Bonyhádon szombaton késő délután a Vas Albert emléknap és megemlékezés. Alsó tagozatos kategóriában a legjobb alkotásért járó elismerést Kerekes Kata nyerte el, míg a felső tagozatban Gáspár Andrea vehette át a legjobbnak járó oklevelet. 14 évvel ezelőtt Szabó László kezdeményezésére és közbenjárásával kerülhetett Vas Albert köztéri szobra a városba. Az ötlet megvalósulása hosszú és nagyon érdekes eseménysorozat volt. 2002-től kezdődő években ugye polgári körű mozgalom és egyéb ilyen nemzeti oldali mozgolódás eléggé magas szinten volt, és egy ilyen lakossági fórum keretében Pécsváradon vettünk részt, és ott az egyik helyi lakos fölvetette, hogy
akkor volt ez éppen napi hír, hogy Budapesten a Vérmezőn szerettek volna egy szobrot állítani Vas Albertnek, ráadásul pont ugyanezt a szobrot, amit végül is mi itt Bonyhádon felállítottunk, és hát azt szorgalmazta ez az úriember, hogy jó lenne talán valamilyen tüntetést, vagy megmozdulást szervezni annak érdekében, hogy mégis felállítható legyen ez a szobor Budapesten a Vérmezőn. És akkor az előadó azt válaszolta, hogy hát nem kell itt tüntetgetni, meg mozgolódni, hogyha a fővárosnak nem kell, föl kell állítani valahol vidéken, mint ahogy nem sokkal azelőtt megtörtént ez Teleki Pál szobrával, amelyet végül is Balatonbogláron állítottak fel. Hazafelé jövet az autóban Kovács Gábor barátomnak, az ő nevét feltétlenül meg kell említenem, mert végül is vele ketten jártuk végig azt az utat, aminek a végén aztán fölállt ez a szobor. Megemlítettem, hogy hát mit szólsz hozzá, megpróbálhatnánk, vagy hát Gábor is, meg bennem is már akkor az volt, hogy hát ez egy eleve halva született ötlet, hát hogy jutnánk mi oda, hogy ezt a szobrot mi megszerezzük és felállítsuk Bonyhádon. De aztán végül is a gondolatot tett követte, és a Gábor erdélyi kapcsolataink keresztül eljutottunk Holtmarosra, Barta József tiszteleteshez. A tiszteletes segítségével tovább Hamburgba, Vas Albert fiának családjához, akik végül a rendelkezésükre bocsájtották Kolozsi Sándor műalkotását, Vas Albert mellszobrát. A völgységi városban 2005. január 8-án állították fel az országban elsőként Vas Albert köztéri szobrát. A megemlékezésen az író-költő Jó lenne így című versét Genszler Tamás, a Petőfi Sándor evangélikus gimnázium diákja mondta el. Tóth Bence ünnepi beszédében kiemelte, az író munkásságából a hazaszeretet és nemzete iránti felelősség sugárzik. Fontos, hogy itt legyünk, eljöjjünk minden évben ehhez a szoborhoz és összegyűjjünk. De feltehetjük magunknak is a kérdést, hogy miért vagyunk ma itt. A legfontosabb, hogy mi magunk tisztában legyünk ezzel, hiszen csak akkor tudjuk átadni a többi embernek hitünket, gondolatainkat, és terelhetjük őket arra az útra, melyen elindultunk. De miért is vagyunk tehát itt? Azért, hogy emlékezzünk. Emlékezzünk azokra, akik óriási erőfeszítéssel és hatalmas munkával elérték, immár 14 évvel ezelőtt, hogy Vas Albert szobra itt állhasson Bonyhád egyik központi helyén, hogy aki elmegy mellette, az találkozzon írófejedelmünkkel, és legalább esélye nyíljon rá, hogy megismerje, utána nézzem, és esetleg beleszeressen műveibe, gondolataiba. Ezúton is mély tisztelettel köszönjük alázatos és áldásos munkájukat. Bonyhádon 11 éve tartanak a Vas Albert Törzsasztal és a Vörös Marti Mihály Művelődési Központ együttműködésével emléknapot az író hagyatékának és szellemiségének ápolása céljából. A megemlékezés koszorúzással zárult. Több mint egy hónap alatt gyalog 1000 kilométeren át az ember ráír gondolkodni önmagáról, a világról, az ahhoz való viszonyáról, és talán át is kell élni ahhoz, hogy megtudjuk, mi minden kerül még elő ilyenkor fejben és lélekben. Egy bonyhádi fiatal srác, Tóth Rómeó tudja a választ, mert ő már végigcsinálta. Ez a legjobb cipő erre, ezt tapasztalatban mondom. Van egy túracipőm is, azt olyan 20%-ba használtam, de nagyon könnyű, nagyon légiesen lehet benne menni. És a gyakorlatilag Spanyolország azért nincs sok eső, szóval nem ázott be meg semmi ilyesmi. Ha meg olyan volt az időjárás, akkor cseréltem. Egy használt cipőből is lehet örök emlék, mert hogy Tóth Rómeó nem fog megválni ettől a lábbelitől. A fiatal emberrel a bonyhádi könyvtárban beszélgettünk, itt tartott élménybeszámolót az útjáról. Az El Caminóként is ismert Szent Jakab zarándok úton gyalogolt Párizstól egészen az óceánig. Rómeó pincérként dolgozott Ausztriában, majd egyszer csak elindult. Az utat korábban egyértelműen vallási okokból népesítették be a zarándokok, mára viszont ez a trend fordulni látszik. Amit én tapasztaltam, az az, hogy manapság nem vallási okokban mennek az emberek, hanem valahol megrekedt az életük, vagy a munkával, vagy egy párkapcsolattal, vagy esetleg valamilyen motivációt keresnek önmagukban.
és hogy ezért mennek el általában. És hát akit én tapasztaltam, volt ilyen is, aki nagyon beteg volt, és fölépült, és utána ment el. Hogy én miért mentem el, talán ugye a keveréke ezeknek. Egy kicsit megrekedtem a munkámmal, nem volt motivációm, és azt éreztem, hogy kell valamilyen, kell egyszer egy stop, és utána kitisztítani az elmémet, és akkor elmenni. És azt hiszem, hogy több mint egy hónap, több mint 1000 kilométer elég erre. Szerencsére elég sportos vagyok, úgyhogy a fizikai dolgoktól nem aggódtam. Az összekészítés már előtte voltam egy-két túrán, szóval nagyjából tudtam, hogy mit vigyek magammal. Azt olvastam előtte, hogy nagyon kell figyelni arra, hogy hány kilós a táska, mert azon sokan meg is csúsztak. És hát vettem egy repülőjegyet Párizsba, és ennyi. Onnantól kezdve rögtönöztem. Tudtam, hogy hova kell honnan eljutnom, és szerencsére elég sokat utaztam már, úgyhogy beszélek angolul, úgyhogy megoldottam. Nagyon sok szálláshely van, nagyon sok településen meg lehet szállni. Aki nem bírja annyira jól, az csak 15 km gyalogol, aki kicsit jobban bírja, az 25-öt, szóval sok helyen meg lehet állni. Én olyan szempontból terveztem, hogy volt, ahol mondjuk 10 euró volt a szállás, volt, ahol 25 euró a szállás, és hát azért nem mindegy, hogyha ilyen sok időről van szó. Lehet, valamennyire lehet, de mindig vannak olyan tényezők, amik megfogják az embert. Például április 30-án egy hóviharba keverődtem Nyugat-Spanyolországban, és ott elég lassan tudtam haladni. Utána meg jégeső zúdult rám, szóval. De alapvetően jó volt az időjárás végig. Mindenhol megszálltam, én kaptam egy pecsétet oda, és csak ezzel tudtam azokon a helyeken megszállni. És hát ez a legnagyobb erekém. Ilyet nem sok embernek van ilyen a tulajdonolva. Azért ez egy nagy kihívás, és jó néhány száz kilométeren keresztül nem is gondoltam volna, hogy én is el tudok fáradni, de úgy 500-600 kilométer után azért nekem is elkezdett fájni a lábam, mert elég nagy tempóba mentem. Szóval ez egy elég nagy kihívás is, és a végén már igazán, nem azt mondom, hogy rottyon voltam, de elfáradtam. Nyaralás is, mert rengeteg gyönyörű helyen jártam és láttam, nagyon sok jó ételt kóstoltam, a kettő együtt. Vittem ezeket a labdákat magammal, és ott tanultam meg labdazsonglőrködni. Az út alatt. Ez volt a kis tervem, hogy ott akkor elviszem, és akkor útközben megtanulom. Mert hogy időd volt rá. Időm az volt rá elég sok. Mindenképp egyedül érdemes menni. Én egyedül javaslom, hogy menjenek el. Ide egyedül kell menni az embernek. Csak azért is például, mert hogyha ketten mennek, akkor ők úgy összetartanak, és nehezebben ismerkedik az ember akkor új emberekkel, és az egyik fontos pontja ennek az egésznek, nagyon sok inspiráló embert ismertem meg az utam során. Egyedül megy, de szerintem nem lehetséges az, hogy valaki ismerősök és akár barát vannak, akikkel még mindig tartom a kapcsolatot az interneten. Például egy argentin párral, egy német lányjal, egy japán nővel még mindig tartom a kapcsolatot. Találkoztam utazókkal, találkoztam átlag emberekkel, a világ minden portjáról találkoztam emberekkel, és hát valamilyen kicsit mások vagyunk, de emiatt jó összhangban voltunk, mint egy leves, amiben csomó összetevő van, és a végén egész jó lesz. Rómeó úgy érzi, más ember lett az út során. Egy 40 napról van szó. 1000 kilométer. 40 nap az önmagában nem sok, de így nagyon sok. Miután hazaérkeztem, úgy éreztem, mintha egy fél évre elmentem volna. És annyi ideje van az embernek gondolkodni, olykor 10, akár 20 kilométeren keresztül nem találkoztam senkivel, mert olyan időpontban mentem, hogy a többiek vagy előbb indultak, vagy később. És sok ideje van az embernek gondolkodni a hibákon, amit elkövetett, a múlton, a jelenen, a jövőn, de nem örlődni, tehát gondolkodni, ezt leszeretném szögezni. És igen, rájöttem egy-két dologra, amit elszúrtam a múltban, és jobban csinálhatnám a jövőben. Egy nagyon önismereti túra volt. Itt bent. Meg itt. Az út végén pedig ott az óceán. Az egy nagy katarzis élmény volt. Hát nekem az volt a nagy célom, mivel csak repülőn láttam eddig, hogy eljussak, és akkor és úgy néz ki, mint a tenger, tehát
azon kívül, tehát nem nagy különbség, de az, hogy valaki 900 km gyalogol azért, hogy elmessen, az nem olyan, mintha fogná magát a repülőre, felszállna és leszállna és ott lenne. Szóval egy óriási örömöt éreztem. Amikor meg elindultam visszafelé Santiago-ba, akkor meg nagyon nehezen hagytam ott az óceánt, mert nagyon a szívem ez nőtt, és nehéz volt elszakadni. De el kellett szakadni. Romeo azt mondja, még körülbelül 2 hónapon át minden más volt, itthon is, és bár sok mindent megőrzött az útja során tapasztaltakból, szépen lassan újra visszakerült a mindennapok mókuskerekébe, de már most készül rá, hogy egyszer újra kitör. Általában tudják rólam az ismerőseim, hogyha valamit itt sokáig mondogatok, akkor előbb-utóbb abból lesz valami. Van egy nagyon hosszú út, ami az USA-mexikói határtól egészen Kanadáig tart, 4000 pár száz kilométer, és az sokkal vadabb, a vadonba is megy. Ha az anyagi körülményeim megengedik, és sikerül egyfajta biztonságot és egzisztenciát kialakítanom a jövőben, és nem lesz még család, akkor szerintem elmegyek, vagy bevállalom ezt a túrát. Az még egy komoly dolog lehet. Barkuti Jenő Még egyszer meg kell halni című könyvének bemutatójára került sor a Solymár Imre könyvtárban. A könyv azoknak az írásoknak a gyűjteménye, melyet a szerző a rendszerváltás történéseiről írt. Barkuti Jenő pályája nem úgy indult, hogy időskolád a könyvet ad majd ki riportjaiból. Műszaki ember volt, s bár etágyban több szakkönyve is megjelent, arra, hogy újságot írjon, sosem gondolt. De a rendszerváltás, ahogy sok ember életében, az övében is gyökeres változást hozott. Egy baráti beszélgetés kapcsán találkozott Ordas Ivánnal. Itt van a Ordas Iván, oda hűjjük le. Na, így ismerkedtem meg az Ordas Ivánnal, és akkor elmondtam, hogy miről van szó, és azt mondja nekem az Iván, hogy hát miért nem írsz újságot? Hát mondom, hogy írnák, mert életemben nem írtam én még újságot, hát most hogy fogják hozzá? Hát azt mondja, mi azzal a probléma? Tudod mit? Ez volt június 12-én, azt hiszem. Írja nekem egy flekket. Tudod, hogy mi az az egy flekk? Hát mondom, persze tudom, hogy 51 sor 21, vagy 21 sor 51 betűhelyen. Írja nekem egy flekket, megmondom neked, hogy van értelme, vagy nincs értelme. Hát ez minden további nélkül. Az írás olyan jól sikerült, hogy Ordas a Dátumhoz, a rendszerváltás egyik illusztris sajtóorgánumához irányította. Alap máig az egyetlen vidékről szerkesztett országos sajtóorgánum volt. Riportokat elsősorban, tehát ez volt a kifejezett kérés. A Dátum volt az az újság, ami egyedül még ma is áll ez a dolog, hogy vidékről szerkesztett országos napilap volt. Na most tudni kell ezekről az újságokról, ilyen volt a Dátum, a Kuril, a Reform, a 168 óra, az Új Magyarország, meg vidéken, meg jó egy néhány lap, ezek rendszerváltó újságok voltak. Ezeket az újságokat külföldről finanszírozták. Úgy sejtem, hogy honnan finanszírozták, de ezt nem merem hangosan kimondani, mert nem vagyok benne biztos. Lényeg az, hogy mi nekünk annyit mondták, hogy az amerikai magyarok segítik a magyar rendszerváltozás, aztán most ez most kik voltak benne, kik nem, ezt én nem tudom. Lényeg az, hogy ez az újság addig létezett, amíg szükség volt rá. Közben jött a rendszerváltásnak a különböző bonyodalmai, munkahelyek szűntek meg, emberek kerültek az utcára tömegével. Szekszárdon a húsipari vállalatnak a felszámolásánál hatalmasnak cirkuszok kezdődtek. Volt ez a Güntherféle Schlege ügy, ugye ki akarták rúgni a munkásokat. A Dátum után Baján írt újságot Barkuti. A rendszerváltás megítélése kettős a mai napig számára. Akkor nem voltunk képbe, hogy mi miért történik. Ma már tudom. Ha azt nézzük, ami az előző rendszerben rossz események voltak, akkor mondhatjuk, hogy ebben voltak pozitív elemek. De azt nézzük, hogy volt annak a úgynevezett szocialista rendszernek, amit emberölti szocializmusnak mondtak, volt egy olyan vonulata, hogy mindenkinek volt munkája, mindenkinek volt egy biztonságérzete, volt egy kiszámítható jövője. Ha ezt teszem a mérleg másik serpenyőjébe, akkor már nem. A könyv a Még egyszer meg kell halni címet viseli, mely a szerző saját életének egy fontos állomására céloz. De ez a meghalásomnak a története. Tudnék, én
kaptam egy szívinfarktust, ami agyinfarktusban ment át és kómába végződött, és már majd, hogy nem a sírásról egyezkedtek. És akkor ebből valami csoda folytán én újra élni kezdtem. Ennek a története van ebből leírva. Amikor úgy feleszméltem, tehát elmúlt az első két hét, és fel tudtam fogni, mi történt velem, és elmondták, hogy még mi történt velem, akkor úgy döntöttem, hogy ezt meg kell írni. Hát ez természetes. Mert ez se következmények nélküli volt ez a meghalás, ez hozzátartozik ez a rendszerváltáshoz. Mert a viszonyok úgy alakultak, hogy én ebbe belekényszerültem, és nagyon sokan voltak, akik ebbe belehaltak. Én nekem valami csoda folytán sikerült innen visszajönni. Nem kellett sokáig várni a bonyhádi férfi NB1-B-s kosárlabda csapat második győzelmére, ami a közeli napokban megszületett Miskolcon. A BKS végig uralva a mérkőzést a legvégén, amikor is felzárkoztak az egyetemisták, a büntető dobásokban is jobbnak bizonyultak. Ezzel a 76-74-es győzelemmel még mindig az utolsó helyen áll Morgan Frigyes csapata, de ami a győzelmeket illeti, már utolérte a még előtte lévő Békés és a PVSK csapatát. A tizedik helyen álló miskolci EAC otthonában remekül kezdett az eddig mindössze csak egy győzelemmel rendelkező Bonyhád. A stabil védekezésének köszönhetően elsősorban az első félidő végére 3-4 pontos hátrányból 8 pontos előnyt faragtak Tömösváré. A második negyedet egyébként 29-10-re hozta a BKS. Szünet után a középtávoli dobásokban remeklő Homoki és a három pontos vonalról jól célzó, szintén miskolci Szanyi révén felzárkóztak az egyetemisták. 3 perccel a vége előtt már 73-67-et mutatott az eredményjelző. A végjátékban lefáradva, lelassulva, rengeteg falttal törlelték a játékot a csapatok, nem volt igazán helyzetekig végigvitt támadás, s ha igen, akkor is kisebb-nagyobb kosárszerzési lehetőségek mindkét oldalon kimaradtak. Valójában a büntető dobásokban való eredményesség döntötte el a mérkőzést a végjátékban, nem kis örömére a völgységi kosárlabdaszurkolóknak, az ő, mármint csapatuk javára. Történt, hogy 7 büntetőt is értékesítettek, a miskolciak pedig egyet. Összességében pedig Morgan Frigyes együttese 2 pontos győzelemmel 76-74 megszerezte az idei NB1-B-s férfi kosárlabda bajnokság piros csoportjában az első idegenbeli győzelmét is. Jelezvén, hogy időközben pozitív változások következtek be, amíg mindig táblázat utolsó csapat házatáján. Javul az erőlét, egységesedik a csapatjáték, és akad most már egy-két kiemelkedő teljesítmény is, olyan, ami a győzelemhez mindenképpen kell a középcsapatok ellen. Most a fiatal Pup Bence 21 pontig, 12-ig jutott Somogy Hoki Péter emelkedett ki a csapatból, nem csak eredményességével, hanem emelletti mezőnybeli hasznosságával is. Szólni kell testvéréről Somogy Hoki Szabolcsról is, aki 7 pontot szerzett, de mellette fontos szerepet játszott az első idegenbeli sikerben, azzal, hogy 12 lepattanó labdát gyűjtött be mindkét palánk alatt, amikor pályán volt. 2 győzelemmel és 12 vereséggel még mindig utolsó a tabellán a BKS-e, de már utolérte a még előtte álló, általa is legyőzött Békést és a PVSK-t is. Ennyi volt már a Bonyhádi napló, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! Semmi értelme nem volt.